két fantasztikus vendégünk van, így az adásunk végére. Jó reggelt kívánok! Rusznyák Gábor rendező és Béres Attila Miskolci Nemzeti Színháznak az igazgatója. Jó reggelt még egyszer! És tulajdonképpen gratulálni szeretnénk mindkettőtöknek. Én nem tudom, hogy lehet, hogy ilyenkor csak a direktor urat illeti, vagy illetni a gratuláció. Hát alapvetően a rendező urat illeti a gratuláció. A direktor úr annyira jó, hogy megteremtse ennek a feltételét, illetve örüljön annak, hogy a rendező úr ilyen előadást hozott létre. Mert hogy mondjuk ki azért azt is, hogy milyen darabért kaptátok a díjat és az elismerést? Ez egy kivilágos kivirattig Móricz Zsigmond művéből írt egy színdarab, amit ugye mi hoztunk létre Miskolcon Nemzeti Színház Társulat. És a színikritikusok szerint ez volt a legjobb előadás. Igen. Az kiderül, hogy ilyenkor ők már, mint a színikritikusok, hány darabot néztek meg, és döntöttek így, hogy ez a darab a legjobb 2017-ben? Az ő elmondásuk szerint ők ugye 50 körül vannak a C-tagok, akik szavaznak, és az náluk a belső rendszer, hogy aki legalább 90-100 előadást látott egy évadban, az szavazhat. Ezen belül van még egy szelekció, hogy mondjuk zenésre az szavaz, aki mondjuk elég zenés darabot látott. Ugye nálunk ez azért speciális egy ilyen, hogy egy vidéki színház kap egy ilyen díjat, mert ugye oda azért ritkán jutnak el a színikritikusok. És pont erről beszélgettünk egyébként Emiliával. Nem is az, hogy a színikritikusok hova jutnak el, hanem hogy ebben is hogy ilyen vízfejű Magyarország, hogy mindenki a fővárosi színház, és itt milyen darabok vannak, és mennyire örülünk, hogyha Zalaegerszegről, hadd ne soroljuk, Szolnokról, akárhonnan, Miskolcról jön egy hír, hogy van ott egy fantasztikus darab. Lemennek egyébként, vajon? Hát ez úgy elmennek van, hogy... Miskolcig? Hát most már bízom benne, hogy igen. Tehát ugye ez egy út volt, amit mi 2,5 évvel ezelőtt elkezdtünk, úgymond. De hogy valóban van egy vízfejűség, ha megnézzük magát mondjuk a díjakat, nem tudom, 15 díjat adtak, akkor most számszerűsítem egy picit, 94%-a ez alapvetően a fővároshoz kötődött, és a legjobb előadás díját kapta a Miskolci Nemzeti Színház. Én azt gondolom, hogy ennek is egyrészt a vízfejűség, másrészt pedig az, hogy ma már nem olyan könnyű lejutni akár Miskolcra, akár az általad említett Zalaegerszegre, tehát nem úgy van az, hogy vannak különböző szaklapok, azoknak vannak újságíróik, azoknak van támogatásuk, van benzinpénz, lemegy, ott alszik, stb. Tehát ez a világ sajnos, én azt mondom, hogy sajnos megszűnt. A és kritika, arra nincs lehetőség, hogy egyes darabokat vendégül lássanak itt Budapesten? Ez más. Tehát, hogy de van, természetesen van a Thália Színházban, Városmajorban sok fele van ilyen lehetőség, ami nagyon jó, de alapvetően a kritikának az egész Magyarországot ellátó, hát nem is tudom, hogy nevezzem ezt a kritika, az olyan, mint a kék szesz, hogy amikor először használod, nagyon fáj, aztán utána nagyon sokat segít. Senki se szereti, mégis mindenki olvassa. A lényeg az ebben, hogy mi nagyon vágyunk színházak arra, hogy a kritikusok jöjjenek. Van egyfajta tükör, egyfajta szembesítés, de nincs az a lehetőségünk ma már, hogy azt mondjuk, hogy kedves kritikusok, gyertek, megszervezzük, hogy jöjjenek, erre energiát, pénzt, stb. Fordítunk, azért, mert fontos a szakmai visszajelzés. Azért egy ilyen elismerés, gondolom, nem előzmények nélkül olyan szempontból, hogy lehetett érezni, hogy ez egy nagyon jól sikerült darab volt. Ugye? Már menet közben is, főleg a bemutató után a közönség visszajelzéseiből. Mitől állt ez össze ennyire jól, látva a képeket, hogy a közben ez egy nagyon összetett darab, nagyon sok embert mozgat meg, zene van benne, szóval nem egy egyszerű állat. Ugye azt szoktuk mondani, hogy egy jó előadáshoz kell egy jó darab, jó színészek, és akkor még ha a rendező nem rontja el, akkor abból általában jó lesz. Ebben még benne van az a plusz, hogy az a kicsi csodafaktor, hogy tehát annyira jól álltak össze az emberek, annyira tényleg ebben van 30 ember mozog egyszerre a színpadon. Nagyon erős maga az alapanyag, viszonyú fontos kérdés, boncolgat, de jó módon boncolgatja szerintem. És a színészek egymásra hatása is, tehát a színház az egy iszonyú erősen kölcsönhatásra épülő műfaj, és a közönséggel is nagyon jól találkozott ez a dolog. Szóval így összeállnak. Ez véletlen, sokszor véletlen, néha meg hiába. Jó, de azért csináljunk már kedvet azoknak, akik ezt a darabot tényleg nem látták, most viszont odafigyelnek erre a beszélgetésre, hogy alapvetően amit említesz, milyen kérdéseket vagy kérdést boncolgat?
Móricz regénye ebben a darabban? Van egy nagyon-nagyon erős kiindulási pontja, az, hogy éppen széthúlik teljesen egy család, tehát egy ember elveszti a munkáját, egy ilyen akkor számtartónak hívják, de nem jószágigazgatónak hívják, de nem ez a lényege. És közben a család épp egy eljegyzésre készül, hogy egy zsidó fiúhoz akarják hozzáadni a lány, de amögött is egy ilyen mahináció van, és ennek kapcsán ott a kis társaság, aki megérkezik közben egy születésnapra, ennek az embernek, aki éppen elvesztette a munkáját a születésnapjára, elkezdik ezt a zsidó dolgot boncolgatni, hogy ez hogy van, mit van, merre van, közben a lány, aki ezt hozzá akarják adni, az másba szerelmes, szóval nagyon iszonyú bonyolult a történet, és olyan, hát ugye ez egy nagyon aktuális kérdés, meg mindig aktuális kérdés ez, hogy éppen a zsidóságról, vagy a zsidókról mit gondolunk, és ez iszonyú bonyolultan járja körbe ez a darab, miközben megtörténik egy teljes születésnap, megvan benne minden, amit egyébként, hogy mi szeretünk, ez a sírva vigadás, a mulatás, beszélnek nagyon sokat, tehát nagyon sok helyen lehet hozzá érzelmileg és szellemileg kötődni ehhez a történethez. Mint ahogy díjat kaptatok ezért a darabért, ezt meg tudod erősíteni, vagy cáfolni, vagy elfogadni, hogy ez életed eddigi legjobb vagy legerősebb rendezése? Szerintem volt már ilyen előadásom, most ez kapott egy ilyen plusz figyelmet, ez nyilván ez a továbbiakra is kihat, de ennek az nagyon jó nekem, meg jó, biztos sokat ad hozzá majd a pályámhoz, de valóban ez egy nagyon-nagyon különleges élmény számomra is. Még egy picit beszéljünk arról, hogy az évadban még mi mást láthatnak a színházban. Hát gondolom, most leveszik a repertoárból ezután. Nem veszük le, sőt. Hát nekünk már volt eddig két-három bemutatónk. Volt egy Marica grófnő, ezelőtt egy héttel, ami szerintem remek volt. Volt egy mesebemutatónk, és tegnap előtt, szombat este volt a kaukázusi krétakör bemutatónk, amit Szőcs Artúr rendezett. Három műfaj, és még vár ránk három bemutató, és hogy így kedvcsinálónak, hát Gábor rendezi az Ahogy tetsziket, Shakespeare Ahogy tetszikét, ezt mi egybeírva játsszuk, tehát azért, mert egy picit más Ahogy tetszik lesz, de Ahogy tetszik. Aztán pedig október 7-én van a Bűn és bűnhődés Dostoyevsky bemutatója a nagy színpadon Szabó Máté rendezésébe, és a Casablanca című balett október végén, úgyhogy 6 előadással indítunk szeptember-októberbe. Kell ez, mert tényleg szóval lekopogom, ezt most tényleg lekopogom. Most nagyon szeretnek minket a nézők. Bal kézzel kell, nem? Bal kézzel fejjel, alulról felfele. De igen, nagyon már mindig ezt mondtam. Bal kézzel, és az orrodat még rá is. Biztos a hatás. Úgyhogy azt gondolom, hogy most jó csillagzat alatt van a Miskolci Nemzeti Színház, érdemes oda jönni. Nincs messze. Budapestről sem. Egyébként tényleg így van. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, gratulálunk. Köszönjük.